Négy év telt el azóta, hogy Michael Myers nyom nélkül eltűnt. Ha-ho. A horror filmsorozat utolsó részéhez érkeztünk, 45 év után, itt a befejező rész. Jamie Lee Curtis számára ez a film igen nagy sikereket hozott, tulajdonképpen ennek a filmsorozatnak köszönheti, hogy karrierje igazán beindult. A film első része 1978-ban jelent meg, majd 1981-ben folytatódott a második résszel. Több évnyi szünet után 2018-ban nézhette meg a közönség a harmadik részt, mely rekordokat döntögetett, ugyanis ez a rész hozta a legnagyobb bevételt. Azonban, ha nem láttad az előző három részt, akkor mindenféleképpen azokkal kezd, mielőtt beülsz a moziba, hogy megnézd az utolsó részt, melyben a színésznő által megformált karakternek szembe kell néznie a gonosszal egyszer s mindenkorra. Egy sorozatgyilkos azt tűzte ki célul, hogy megtisztítja a várost a bűntől, így egymás után gyilkolja meg a prostituáltakat. Mivel a hatóságokat nem igazán érdekli az ügy, így egy újságírónő veti bele magát a nyomozásba. Éjszaka prostituáltnak költözve várja a gyilkost, kockáztatva ezzel a saját életét. Ha szereted azokat a filmeket, melyekben főszerepet kap az ördögűzés, akkor valószínűleg ebben a filmben sem fogsz csalódni. A démoni megszállottak száma egyre csak növekszik, így a katolikus egyház úgy dönt, hogy megnyitja az ördögűző iskolát. Anne nővér egy igen elszánt szerzetes nő, akinek kislánykora óta megmagyarázhatatlan démoni eseményekkel kellett szembenéznie. Az apácáknak tilos ördögűzést végezniük, azonban egy professzor felismeri Anne nővér különleges képességeit, aki beleegyezik, hogy kiképezze őt egy természetfeletti rítusra. A nővér egy fiatal lány lelkiért vívott harcban találja majd magát, ám hamarosan rájön, hogy az ördög végig őt üldözte, és most már nem ereszti el őt. Nyarán Lengyelországban már néhány hónapja felfüggesztették a kommunista kormányzat által bevezetett hadiállapotot, de a rendőrség továbbra is figyelmen kívül hagyja a lakosság jogait. Egy érettségi előtt álló diákot állítólagos indokkal előállítottak, majd halálra vertek a rendőrök a diák legjobb barátjának a szeme láttára. A szemtanúnak döntenie kell, meghunyászkodik vagy tanúskodik a barátja ügyében. Kiálljon az igazság mellett, még ha ezzel a saját életét is kockáztatja, vagy inkább választa az egyszerűbb utat, melyben cserben hagyja az igazságot, és ezzel a halott barátját is. Sandra egy egyedülálló fiatal párizsi nő, akinek kislányának nevelése mellett édesapját is gondoznia kell. Egy nap azonban fenekestül felfordul az élete, amikor találkozik egykori barátjával, és hamarosan igen erős vonzalom alakul ki kettejük között. Mindennek ellenére, hogy a férfi nős viszonyba keverednek. Egy idő után azonban a nő kezei közül kicsúszik az irányítás, hiszen napról napra egyre nehezebb döntéseket kell meghoznia az édesapja ápolásával és a saját életével kapcsolatban is. Gina? Igen? Önnél vagyok 2 órára. 2 órára? És megteszek bármit, amit csak kér. Bármi? Lenne kedve kitakarítani? Mi? Gina az 50. születésnapjára egy különleges, nem mindennapi ajándékot kap barátnőitől. Egy félig mesztelen férfi állít be hozzá azzal, hogy a következő 2 órában minden vágyát kész kielégíteni. Természetesen a nő azonnal lecsap a nem mindennapi ajánlatra, csak nem úgy, ahogyan azt gondolnánk, ugyanis kitakarítatja a férfival az egész házat. A pincétől a padlásig. Ginában felmerül a kérdés, hát nem ez az, amire minden nő vágyik? Hogy egy férfi takarítson ki nálam? Rengeteg nő van, akinek tetszene, ha egy férfi serénykedne nála.
A testvérét gyászoló fiatal lány egy furcsa buli után Párizs utcáin bolyong, és egy véletlen folytán belebotlik Alexbe. Kettejük sorszerű találkozásra egy egész éjjelen át tartó kalandba torkollik. Ez a hirtelen jött kaland talán segít majd a lánynak abban, hogy megtalálja a kiutat a mély gyászból. Erzsébet osztrák császárnét és magyar királynét egykor Európa szerte bálványozták, Sziszi azonban betölti a 40. évét, és már hivatalosan is öregasszonynak számít. Bár annak idén kult szerepet játszott Ausztria és Magyarország közötti kiegyezésben, szerepe mára pusztán jelképessé vált. A bécsi udvar fullasztóvá válik számára, ezért izgalmakat keresve Angliába és Magyarországra utazik, ahol meglátogatja egykori szerelmeit és politikai szövetségeseit. Rachel és Anthony ikerfiaikkal szenvednek tragikus balesetet, melyben az egyik gyermekük életét veszti. Hogy a tragédiát sikerüljön feldolgozniuk, elköltöznek a világ másik felére, hogy ott kezdjenek új életet, de az új élet egy igazi rémálommal kezdődik. Fiúk, Elliot, egyre furcsábban kezd el viselkedni. Eleinte úgy gondolják, hogy ez minden bizonnyal a gyász folyamatának a része, azonban Rachel hamarosan rájön, hogy a valódi gonosz tört az életükre. Elnézést, a helyemen vannak a cuccai. Bocsika. Hát ez nem igaz. Na ne vicceljünk már. Elnézést, hölgyem. Muszáj máshová ülnöm. Mi házasok voltunk. Életem legrosszabb 19 éve. Csak 5 évig voltunk házasok. 14 volt kihever. Sokak örömére Julia Roberts és George Clooney újra egy filmben láthatóak. A színészek ezúttal egy elvált pár szerepében tűnnek fel a filmben, akiknek szövetkezniük kell, ha meg akarják akadályozni, hogy a fülig szerelmes lányuk elkövesse ugyanazt a hibát, amit ők is annak idején. Ez a magyar dokumentumfilm, filmdráma igazán megható és csodálatos képet fest két ember szerelméről, összetartozásáról, mely akkor sem érhet véget, ha már csak az egyikük emlékszik. Ez a film a leírás szerint egyszerre könyörtelen és tapintatos is. Könyörtelen, mert Anna és Antal kapcsolatának a sérülékenysége emberi oldala nézők szemei előtt bontakozik ki, és tapintatos, mert az elmúlás gyökerező fájdalmát nem akarja minden áron a felszínre hozni. Anna és Antal 45 éve házasok, elégedettek az életükkel. Kapcsolatuk kiegyensúlyozott, ám egy napon Anna furcsán kezd el viselkedni, és ekkor jönnek az ijesztő tények. Az orvos Alzheimer-kort diagnosztizált nála. A film kibontakozása közben minden bizonnyal sokunkban felmerül majd az a kérdés, hogy én mit tennék meg azért az emberért, akit szeretek. Kitartanék-e mellette egy ilyen kiszolgáltatott helyzetben? Képes lennék-e arra, hogy szerető szemekkel nézek rá akkor is, ha ő már nem emlékszik rám? Megmagyarázhatatlan természeti jelenség szakítja félbe a különc tinédzser, a szorongó anya és a nemrég megözvegyült nő átlagosnak induló napját. Miközben a környezetükben eluralkodik a káosz, a három nő próbálja átvészelni a napot és megtalálni a helyét a világban. Halálomig rabszolga voltam. Majd istenként születtem újjá. A fiam az életét adta, hogy megmentsen. Most nem térdelek le senki előtt. Ötezer évvel azután, hogy az egyiptomi istenek összes hatalmát ráruházták, rögtön örök fogságba vetették. Black Adam visszatér a világba és rendkívül dühös. Ez a világ azonban már teljesen megváltozott, de ő továbbra is csak egyet akar, igazságot szolgáltatni. Adam továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy az az igazság, amit ő annak gondol. A kérdés már csak az, hogy képes-e arra, hogy megváltoztassa a saját véleményét.
Ezúttal az 50-es évekbe utazunk, ahol megismerkedhetünk egy özvegy londoni takarítónővel, aki beleszeret egy alkalmi Dior ruhába, és úgy dönt, hogy muszáj szereznie egy ilyen ruhát. Rengeteg munkával, spórolással és némi szerencsejáték segítségével sikerül előteremtenie a szükséges pénzt, így Párizsba utazik. Ez a kaland nem csak az öltözködését változtatja meg, de átírja a Dior divatház jövőjét is. Antal József alig fél évvel a beiktatása után egy igen nehéz próbatétellel szembesül. Taxisok tüntetnek az Országháznál a drasztikus benzináremelés ellen. Blokád alá vonják a várost, majd hamarosan az egész országot. A film kiválóan bemutatja a kulisszák mögötti küzdelmeket, alkukat, és betekintést enged a válságot kezelő, demokráciáért küzdő miniszterelnök magánéletébe is. Ez a film egyenesen a 30-as évekbe repít minket vissza, ahol megismerkedhetünk három baráttal, akik szemtanúi lesznek egy gyilkosságnak, azonban ők is gyanúsítottá válnak. Úgy döntenek, hogy kezükbe veszik az irányítást, és leleplezik az egyik legnagyobb összeesküvést. Arany János elbeszélő költeményére minden bizonnyal sokan emlékszünk, talán még egy-két sort most is gond nélkül vissza tudunk idézni. Ezúttal egy animációs filmben nézhetjük végig a nagy erejű kamasz fiú, Toldi Miklós történetét. A fiú megtanulja használni és uralni saját képességeit, hogy Nagy Lajos király leghíresebb lovagjává válhasson. A filmben együtt barangolhatunk Toldival a mocsárban és a 14. századi Pest utcáin, ahol mindennel és mindenkivel szembeszállva küzd az igazságért. A Prim család New Yorkba költözik, és a kis Josh nagyon magányos. Unalmában az újházban barangol, amikor a padláson rátalál egy kitömött krokodilra, akiről hamar kiderül, hogy nincs is kitömve. Josh eltitkolja a családja elől, de ez a titok nem marad sokáig rejtve, mivel lebukik. Meg kell harcolni a barátjáért, és hamarosan meg is nyerni ezt a harcot, hiszen a felnőttek kezdenek belenyugodni az egészbe, de ekkor feltűnik a krokodil régi gazdája, és ha ez még nem lenne elég, akkor ott a szomszéd is, aki bosszú hadjáratot indít, mivel szerinte nem való állat oda, ahol ember is él. Nem is volt olyan nagy ügy! Tűnjen! Ted egyik legnagyobb vágya, hogy régész kollégái elfogadják, de valahogy mindig balul sülnek el a dolgok. Ezúttal sikerült tönkretenni egy ritka szarkofágot és felszabadít egy varázslatot, mellyel veszélybe sodorja a barátai életét. A küldetés egyértelművé válik, meg kell szüntetni a múmia átkát. Ismert meg a vagány fiatal lányt, aki egy középkori kisvárosban tengeti mindennapjait. Egy nap, miközben besúran a kastélyba, szemtanúja lesz, amint egy gonosz bűbállyal megbabonázzák Rolandot, a trónörököst. A lány rájön, hogy most neki kell megmentenie a herceg életét és az egész királyságot. Ez a vakmerő kaland teljesen a feje tetejére állítja az egész uralmat.